Random House Dictionary ezt írja a héber szóról, ezt fogjuk megvizsgálni, hogy mi az, amit megtudunk a szótárak alapján a héber kifejezésről. Itt pedig azt láthatjuk, hogy ugye a héber, Hebrew, angolul a héber, az egy sémita csoportnak, a sémitáknak az egyik csoportja, és az ősi Palesztinában laktak, illetve Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottjainak tartják magukat. A másik pedig ugye természetesen egy sémita nyelv, ami az ősi héber nyelv, ma pedig Izraelnek a nemzeti nyelve. Illetve hát a hivatalos nyelve. Maga a Hebrew, a héber szó az azt jelenti, hogy aki átkelt, aki áttért egyik oldalról a másik oldalra, vagy pedig egy áttérő, egy átálló, ugye ez az, amit jelent, és egyébként pedig Ábrahám leszármazottjai. Ez az Exhaustive Dictionary of the Bible Names, ugye a bibliai nevek mutatója alapján. A The New Combined Bible Dictionary and Concordance pedig ezt írja a héber kifejezésről. Maga a kifejezés nem bizonyított az eredete, ugye nem tudjuk pontosan, hogy honnan ered. Ábrám volt az első, akit Hébernek hívtak, ez ugye 1 Mózes 14, és az ő leszármazottai később azok, akik ezt a nevet kapták, ugye ez 1 Mózes, az Teremtés könyve 40, 15, 43, 32, vagy pedig 2. Mózes 2, 11, itt olvashatunk ezekről. Ez a név valószínűleg az Eber szóból ered, aki Ábrahám őse volt, és vagy pedig az is lehetséges, hogy Ábrahám, mivel ő volt az, aki átkelt az Eufráteszen, ezért ugye ez a szó, ez lett a megnevezése, hiszen átkelni, áttérni, azt így mondják az ősi nyelven. Ez Józsué 24.2.3-ban olvashatunk erről, de számos más elmélet is van az eredetére. A leszármazottjai később már Izrael néven szerepelnek, és ez az, amit előnyben részesítenek. Ugye a fogság után pedig már zsidóként ismeretesek. Itt is le van írva az, amit számtalanszor elmondtam már, hogy a zsidó, a júda, Yehuda szóból ered, ami arra utal, hogy azok az emberek, akik Yehuda törzséből valók, ami nem azonos az izraelitával, de semmiképpen nem azonos a héberrel. Ez pedig Dictionary of the Bible. Ebben is megnézzük, hogy mit lehet megtudni a héber kifejezésről. Itt pedig azt írja, hogy ez a név gyakran használatos azokra a férfiakra és nőkre, akik ugye Izraelhez tartoznak, különösen a nép korai történeteiben, például Ábrahám, József és Mózes történetei során. Nem bizonyított, illetve tisztázatlan az, hogy honnan is ered maga a héber szó, kifejezés és a nép, de valószínűleg egy barangoló sémit a törzshöz tartozik, akik Arábiából terjedtek el egészen mindenfelé ugye az mai Izrael területén. Szintén egy sémita nyelv, ugye a héber, amit ezek az emberek beszéltek, és az úgynevezett Ószövetség, a Tanák, ezen a nyelven íródott többnyire. A héber nyelv későbbiekben az arámival lett ugye helyettesítve. Az arámi az, ami helyettesítette ezt a nyelvet, amikor visszatértek a számüzetés után. Az Új Testamentumban pedig a palesztinai zsidók arámi nyelven beszéltek már, vagy pedig görögül, és a Szentírás maga az még mindig az eredeti nyelven volt használatos,
a zsinagógákban, ennek ellenére, hogy arámi és görög volt az elfogadott nyelv, az arámi fordítás és az arámi verzió az egyszerű emberek számára volt érthető, és a szöveg maga, az a Tanák, az Ótestamentum szövege, az szinte kivétel nélkül héberül maradt meg. Néhány vers, illetve fejezet az, ami nem. Következő pedig az utolsó egyben, ez ugye Zondervan, Compact Bible Dictionary, és ebben pedig azt olvashatjuk, hogy a héber kifejezés az Ábrahám és a leszármazottaira vonatkozik, az izraelitákra. Ábrahám volt az első, akit az Ószövetségben hébernek hívtak, ez ugye 1 Mózes 14, szintén arról beszél itt, hogy ismeretlen az eredete. Itt ezúttal azt mondja, hogy az Amarnai Habiru táblákon található ez a kifejezés, és talán innen ered, de az is lehetséges, hogy Ebertől, aki ugye Peleg és Jaktánnak volt az atya, illetve hát az őse Ábrahámnak, és ezáltal, vagy pedig abból ered ugye, hogy átkelni, hiszen Ábrahám ugye átkelt az Eufráteszen. Ez az, amiről itt beszélnek a héber kifejezés kapcsán. Akit érdekel ez a téma, annak azt javaslom, hogy mindenképp nézze meg a sorozatot, a héber, izraelita, illetve zsidó kifejezésekről szóló sorozatot, abban rengeteg információt meg fog találni ezzel kapcsolatban, vagy nézen utána. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy mindenki tudja azt, hogy ki kicsoda ebben a könyvben, különös tekintettel, amikor az eredeti népről van szó, arról, aki a szövetséget kötötte a Teremtővel. Remélem, hasznosnak találtátok ezt a videót, és mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!